could swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kind of bad, kind of good, kind of everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kind of wrong, kind of right, kind of anything, and I would change it if I could, could. I swear I'm hitting the floor. I could swear that my stomach just sunk a meter. I'll be dead if I take any more. You make me feel kind of bad, kind of good, kind of everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kind of wrong, kind of right, kind of anything, and I would change it if I could, could. Band.
Jövök már mindjárt. Remélem látjátok ezeket a csodálatos tájakat. Nem sokára mi is barangolunk rajtuk. Erőt, egészséget mindenkinek! Szervusz Gabikám, üdvözöllek! Szervusz Ferenc, téged is üdvözöllek! Na, még semmit nem láttok, mindjárt láttok. Na szóval... Megoldjuk. Tessék. Meg is vagyunk. Hurrá.
Nos. Klasszikat indítunk. Magyarországot. Lehet mozogni meg ilyenek, jó? Jó, majd megyünk majd egy világot is majd. Maradjunk Magyarországnál. Első körben én azt mondom... Szervusz Ed, üdvözöllek! Ez egy kellemes kis, nekem megmondom őszintén egy ilyen balatoni kis város jut erről eszembe, erről a városról. De mindjárt megnézzük. Kútfúrás. Ez nem sokba segít. Kútfúrás. Fölifagyjuk a telefonszámot esetleg. Az talán segít. Csak van itt egy tábla, ha már ilyen... ott. Észak felé tartunk. Akkor viszont nem lehetünk Balatonnál. Vagy... A fene tudja. Isten hozott! Hát ezt nem tudom kiolvasni. Akkor menjünk visszább. Csak van itt egy útjelző tábla. Boldog asszonyfa az 57-esen. 67-esen. 67-es út. Vagyunk, megjöttünk. Boldog asszonyfa. Az a neve egy boldog asszonyfa? Édes Isten, hogy lehet ilyen nevet adni egy falunak? Simonfa, boldog asszonyfa. És mi most észak irányába nézünk. Város határán túl vagyunk, tehát itt valahol. Innen át. Valahonnan innen indultunk. Mennyi? Ó. Ennyire visszábról indultunk volna. Elnézést kérek, település. Ezt hívhatom városnak, ugye? Ezt megengedett, hogy városnak hívjam. Alapvetően neked önértékelési problémáid vannak, nem kedvesed? Alapvetően. Én úgy érzem. De lehet, tévedek persze. Akkor jó. Oké. Papír, vagy hát maradjunk annyi, hogy ez nem egy elit
hely, minden egyes üzlet, ami itt van, zárva van. Van egy élelmiszerbolt. Kartel. Ja. Macskád van, babettával jársz. Ó, hogy is van? Na. Na, és még ne is legyél kemény. Nem fog eszembe jutni. Anyámmal élek, igen. Az az. Anyámmal élek, igen. Na, azt mondja, hogy csak be kéne találni, hogy mégis milyen... utca ez. Van egy kóp. Hát, ez egy kisváros nyilvánvalóan. Vagy... inkább egy nagyobb város, nem? Uh-huh. Egyértelműen egy nagyobb városról van szó. Azt hiszem ez eldöntetett. Most már csak egy Isten verte ízét kéne találnunk. Utcanévtáblát, addig nem megyünk el. Kitaláljuk, hol van ez. Ekkor se volt utca névtábla. Legalább már is jobb lett a hangulatom, na hála neked, jaj, köszönöm szépen. Bízom benne, hogy betegséged kifelé tartasz. Ahogy a régen a Riders Dreigers kiadványban volt, a nevetés gyógyítás, gyógyír. De sokszor anyám járatta. És volt benne egész jó viccek egyébként, tényleg. De semmi értelme nem volt egyébként az egész lapnak, arra emlékszem. Cső Épker 2000 Kft. Hát az még Budapest is lehet, bazd meg. Cső Épker. Elsőnek én Kispestre gondoltam, megmondom őszintén. Ez Kispest. Levente vezér utca. Akkor pedig nem, akkor pedig ezt hogy hívják, szerintem Zugló. Levente vezér. Hát egyetemen szerintem Budapest. Vagy Miskolc, bazd meg. És mi van még itt? Valamilyen utca, ez remek. Nem, visszafelé, várj, Budapest, mert kék, ahogy hívják, látod? Tábla alja. De erre megyünk, mert itt volt egy nagy út. Levente vezér. Persze ez nem jelent semmit egyébként, mert lehet Budapest vonzás körzetében lévő nagyobb település is, mondjuk, mint ami Pécel, mert... hát az nincs annyira közel, nyilván én is tudom. De nem is egyszerre gondoltam, hogy vagyok, hanem... nem egyszerre gondolok, az kicsit távolabbi... városzat is kék. Ne fog eszembe jutni ezen a neve. Ez messzebb van. Cegléd! Cegléd. Még Cegléd is lehetne, de szerintem annál kulturáltabb ez a hely. Majd nem akarom mondani, Cegléd kulturáltabb ennél.
Nem emlékszem rá. Egész sokat voltam Ceglédán. Babilon. Vendégház. Azért gondoltam, hogy... Azt mondod, hogy külön címere volt? Jó, de hát a minden egyes kerületnek van külön címere. Azt nem tudom, hogy tudtad el. Kerületenként is van címer. Mi ez a magas épület? Ez várja, ez nem Pécsen van valami ilyen hatalmas épület? Biztos, hogy nem az a nagyon magas épület? Igen, volt egy címer rajta? És akkor, hogyha ez tényleg, mondjuk tegyük fel, ez Pécs. Akkor tényleg megdőlt a dolog az, hogyha kék a utcanévtábla, akkor... Meg a Market ruházat. Hát nagyon-nagyon, hogy is fogalmazzak, nem egy top boltok, hogy így fogalmazzak. Tehát ezek a boltok mind igazán pudrék, hogy így fogalmazzak. Nem igazán mondhatom azt, hogy... Ott van egy Valambusz. Nem érik uta. Szerintem Pécs. A izé miatt nem. A busz színi miatt. Lehet, hogy csak a izé a zöld. Vagy Debrecen, bazd meg. Annak is ilyen zöldes színe van. Most már menjünk el abba az irányba. De csak találjunk még egy utcanévtáblát. Igazából most azért jöttem vissza. Iroda. Szerintem nem Budapest. Nem hiszem, hogy van ilyen magas épületre emlékeznék Budapesten. Nem azt mondom, hogy minden szegletét ismerem, de azért erre emlékeznék. Szerintem. Aztán majd mindjárt kiderül, hogy van egy ilyen magas épület. Pécsen, de azt nem bontották le? Várjál! Ne, ez a pécsi magasház lesz. Az Pécsen van, nem? Ez tudja, hogy az. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. De ez az lesz. Ez tuti az, csak azt nem tudom, hol van. Én azt hittem, hogy azt már lebontották. Mikor készült ez a felvétel? Ha nem derül ki. Ne nézzek, az budapesti busz. Na jó, akkor én megadom magam. Fingom nincs, hol vagyunk. Miskolc Tapolca. Ez is kék. Miskolcon is kék. Akkor Miskolcon vagyunk. Akkor csak Miskolcon lehetünk. Nem hiszem, hogy Pécsen lenne Miskolc Tapolcai buszjárat. Most meglepett, hogy két buszok vannak Miskolcon. Figyelj, tökről megéri ezzel a játékkal játszani, mert olyan dolgokat tanulok. Nem is gondolnám. Csak most már egy Isten verte útnévre van szüksége. Már nem is emlékszem rá, de emlékszem, hogy mi vezér. Milyen vezér volt? Bazd meg. Utcanévtáblát szeretnék. Miskolc, Szent Péter kapu 8A. Szent Péteri kapu. Bazd meg. Miskolcon is van ilyen magas ház? Ezt nem tudtam. Lehel vezér. Lehet Miskolc is, jó. Oké. Okay. Isten verte, utcanévtáblát akarok. Addig nem tudom mit csinálni.
Jó, és akkor az elméletem megdőlt arról, hogy csak Budapesten vannak kék utcanévtáblák. Utcanévtáblák? Busz-busz-busztáblák. Busz-busz-busztáblák. De ez nagyon durva egyébként, hogy megyünk Miskolcon, és akkor két kópot találunk. Az nagyon durva. És néznek, hogy néznek ki. Hogy borzalmas. Édes jó Istenem. Kell zene? Ha kell, akkor majd mondjátok és visszakapcsolom. Én alig hallottam és már idegesített. Jó, hát ez valami nagy utca Miskolcban. Király, ez vagy a Király utca. Várjál, itt van egyébként a Szent Péter kapu. Szent Péteri kapu. Igen, és azt mondta, hogy ez egyenesen ettől a ponttól északra 1,1 kilométer. De itt mi is volt itt, amit azt mondta, hogy másfél kilométer, 1,1 kilométer? Shopmarkt. Az itt van. Ez lesz az. Arra nincsen délen is egy. Na nem hiszem, hogy az Szentpéteri kapujnak hívnak, azt már király. Ha? Milyen vezér? Lehel vezér, biztos? Egyébként itt van ez a kis lámpa. Állj meg itt. Ez. És mindig a fölnézek, hirtelen azt hiszem, hogy az a Poloska. És megijedek. Álmos. Lehel vezér. Levente, nem Levente vezér? Tuti, hogy Lehel. Nem Levente. Kassai, Lovarda. És azon gondolkozom, hogy ez nem volt két külön sávos. Vagy igen? Mája, itt van. Az a hosszú bizbasz. A vegyes élelmiszerbolttal. Dohánybolt, itt van a kóp. Innen indultunk. Várjál, innen valahonnan. 20 méter! Jó. Következő. Mintha Afrikába érkeztünk volna hirtelen. Azt a rohadt élet. Bazd meg. Poros utca. És ide bemerészkedik a izé. Azért, na. Van benne bátorság. Visszafelé menjünk, azért menjünk visszafelé. Mert biztos, hogy egy nagy főút felől jött. Már nem biztos, hogy abba az irányból jött. Nem tudjuk megállapítani, hogy honnan jött, ugye? A kocsi. Hát én feltételezem, hogy egyből az irányba néztünk. Azt mondja, hogy dél nyugat. Így megyünk, oké. Na várjál! Ezt láttam apró hirdetésben, ezt a házat. Tudja, hogy láttam.
Amikor keresgéltem házakat. Ez benne volt. Én gondolkoztam is, hogy megnézem, mert belülről jól nézett ki. Hála jó, hogy nem jöttem el. Hát gondolj bele, itt laknék. Édes jó Istenem. Édes jó Istenem, hogyha itt laknék. Hű, ilyenkor olyan boldog vagyok, hogy nem itt lakom. Hát ez valami borsodi... Sajnálom, de ez szerintem valami borsodi kis izé. Hát nagyon más nem tudok elképzelni. Azért, mert a... Hogy is fogalmazzak a... A második honfoglaláskor érkező egyének sok telepel található itt. Egymás után. Hú, bazdmeg, és most szerencsétlen merre? Itt többször is járt, szerencsétlen? Vajon a két út közül melyik lehet a többször használt? Ez. Hogy az milyen utca volt, az én nem fogom tudni megállapítani nektek. És gondolkozunk ilyenen. Örüljünk, hogyha a települést megtaláljuk. Szervusz, kedves Erik! Tegnap volt a névnap, de nem baj, de ezért köszönöm szépen. 24-én. Azt mondja... De, mint mondottam volt, a név az csak egy címke, amit a szüleink akasztanak ránk, mikor megszületünk. Semmiféle gratuláció nem jár érte, mert nem érdemelted ki. Csak kaptad. De azért köszönöm. Azért kösz. Róka utca. Bicó István kert. Micsoda. Van egy utcanévtábla. Ez ritka. Azért műanyagból lehet. Én nem tudom, hogy hol vagyunk, bazd meg, de... Én szeretnék innen... Én így szeretnék innen minél gyorsabban kikerülni. Hogy itt egy monitor előtt ülök és itt nézelődök. És az meg ki fog derülni, hogy ez az a falu, amit még ismerek is. Nem. Ez a főút. Ez a főút. Ez. Ez gyönyörű. Gyönyörű. Menjünk visszafelé. Csíkhal. Miért? És akkor ahhoz... Akkor ahhoz... A gyereknek mi köze van? Semmi, örülünk, hogy túlélte. Oké, világos. Igen. Ez tiszta sor. Örüljük, hogy él. De akkor tulajdonképpen azt úgy tekintünk akkor a névnapra, mint egy születésre. Hát elég nagy, úgyhogy ez biztos, hogy valami borsodi... Izé. Örülök, ha megtalálom a települést itt. Most itt nem fog szarozni a izével. Azzal, hogy most pontosan hol voltunk. Mert abban az irányban nem tudtunk menni.
Abban az irányban még az Google autó sem mert elmenni. Azt a kú... Debrecenben vagyunk? Azt a kurva élet! Nem gondoltam volna! Hát ez hihetetlen! Hát ez... Na jó, hát figyelj, Debrecen, oké. Hát ez Debrecen, valószínűleg valami külső része lehet. Azt nem igazán értem, hogy miért van az, hogy vége van a városnak. Még elkezdődik. Ez miért lehet? Mondom, ez is a város része itt. Hogy lehet az, hogy itt még vannak... házak, de nem Debrecen része. Az hogy lehet? Monostor Gá Monostor Gáti. Ez ami nagyon-nagyon-nagyon kívül lehető valami lesz. Nem? Hol az anyámba? Júlia telep. Ez tűnik ami olyan hangzásunak, ami, ahol jártunk. Lovas kakuk. Golyózzoljon. Mennyi egyszerűen lett volna, hogy ez egy izé kis falu, bazd meg. Most meg kell találnom ezt a hülye ezt a... Oh my god. Honnan jöttünk, az fingom nincsen. Jó, hát itt is lettünk. Nem hiszem, hogy olyan helyen lett volna, ahol voltak egyéni vállalkozók. És egyéni gondolat. Hát... Lenz telep. Itt van, bazd meg! Bicó István kert. Úgy hívták ezt a helyet. Hát én tiszta ízé vagyok, bazd meg. Esküszöm, depressziós leszek. Diószegé. Külső létai. Ott volt egy táblán az, hogy Bicó István tér. És mi volt? Róka utca, bazd meg. Arra emlékszem, hogy azon jártunk. Monostor Apáti út. Szerintem kijöttünk itt, és ez folytatódik tovább. Ugye? Igen. Most miért van az akkor, hogy ezt a részt ráírt, hogy Debrecen? De erre a részen nem, ami szintén Debrecen.
Nem tudom. Paprika Silva. Majdnem mondtam, hogy nagyon csúnya dolgot. Azt mondja, hogy miért ilyenek a nevek. Azt mondja, hogy Alma. Lilium Lázár. Nem túl hosszúak, maradjunk ennyiben. Egyszerűen megjegyezhetőek. Csak kimondtam. Azt mondja, hogy Ribizdi Málna. Retek. ez tele kert, vazd meg. Nem, rossz helyen vagyunk. Ez nem a kert. Várjál. Izé voltam, bocsánat, elnézést kérek túl. Túl gondoltam. Róka utca, bazd meg. És itt van egy KFT. És ott pedig van egy ékszer. Ezen a részen belül. Hú, bazd meg. Hát én nem tudom, hogy honnan indultunk, megmondom őszintén. Én azt mondom, hogy innen. Jó, csak 300 métert tévedtem. Én boldog vagyok, hogy sikeresen teljesítettük ezt a dolgot. Hát igen. Debrecen, bazd meg. Rákóczi. Oh my god. Na ez, hát... Oké, azt már látjuk, hogy ez Rákóczi és Kossuth Lajos utca kereszteződése. Magyarul bármelyik más. Szóval bármelyik magyar településen lehetünk, ahol legalább két utca van. Mert ugye ahol egy van, ott csak Kossuth lenne. Majd Petőfi, Szabadság. Na azt mondja, Kossuth. Nem, mi most az izén vagyunk, a Rákóczi utcán vagyunk. Menjünk. Nyilvánvalóan második Rákóczi Ferenc. Ki az anyám nevezne bármit is első Rákóczi Ferencről? Bárki is tudja, ki volt ő? Én tudom, hogy ki az, de biztos, hogy nem. Biztos, hogy ha... Biztos nem fognak első Rákóczi Ferencre elnevezni utcát, mert mindenki a másodikra gondolna. Csak mondom, és egy városban lehet... Elgondolkodnak azon, hogy vajon csináljanak-e Rákóczi Ferenc utcát, akkor csinálnak egy másik Rákóczi Ferenc utcát, ugye? Utána elgondolkodnak, csinálnak egy másik Rákóczi Ferenc utcát, az első Rákócziról, akkor ha csinálnak, akkor mindenki össze fogja keverni a kettőt. Csak mondom. Úgyhogy nem csinálnak első Rákóczi Ferenc utcát. Csak mondom. Na, ez egy kicsit kultúráltabban néz ki. Ez a hely. Jaj, de jó. Ilyen házak között járkálni. Betonút, vagy aszfaltút. Mindig betonnak fogom mondani. Aszfaltozott út. Nézd meg. Vannak falak, meg normális kukák. Ez Fejér. Ez nem Fejér megye véletlenül? Nem. Nem Fejér megye. Ott nem ilyen kukák, nem ilyen kukák vannak. Várjál, ezt hogy hívják? Biztos, hogy nem Fejér megye. Ilyen ostoba kukákat. Hol az anyámba? Somogyba? Hol az anyámba vannak ilyen ostoba kukák? Valakinek volt egy kukagyártó cége, és akkor eladott kurvasú kukát az izének. Ilyen szarokat. Borzalmasak. Hát persze, kukákat nézem. Ez közelebb áll hozzám.
Hát azt tudjuk, hogy második Rákóczi Ferenc utcában vagyunk. Te. Igen, mert a Fejér megyei kukát egyből felismerném. A jellegzetes címkével, azért néztem. Aztán most majd mindjárt kiderül, hogy ez is Fejér megye, bazd meg, és akkor égek, mint a Reichstag, de akkor is. Ott volt valami. Azt tudjuk, hogy ez a második Rákóczi Ferenc. Teljesen felesleges kutatgatni. Inkább egy település nevet kéne találnunk. Jöjjünk ide, itt hát, ha itt... Itt van a polgármesteri hivatal. Egyébként ez még egy kisváros is lehetne. De nyilvánvalóan ez egy inkább egy falu. Sajókeresztúri közös önkormányzati hivatal. Sajó. Az izé, nem? Volt anyámon van a sajó. A nem itt van. Sajó hol folyik? Nem itt? Kapuvár vagy Fertőszent Miklós környékén? Nem, az az ikva. Akkor a sajó az izé. Nem? Az B-je. Hol az anyámban van a sajó? Feladtam. Sajó. Erre? Nem hiszem. Sajó. Tudnom kéne? Tudnom kéne egyébként. Izé. Salgó Tarján? Nem. Mondok hülyeséget, mi? Fingom nincsen, hol van sajó. Mi az meg? Régen ebbe kellett tanulni az összes Isten verte izét. Ilyen patakot meg folyót. Na, fingom nincs, hogy hol van. Jó, semmi baj. Kóp. Álljál, mert nem ízében van tényleg. Itt. Ez kis rába. Hát biztos, hogy kéne látnom a névből is, hogy sajó ez az. Tudom. Jó, megtaláltam. Ez is Miskolc, bazzeg. Sajó Szent... Hol vagyunk mi most? Sajó...
Sajó Keresztúr. Sajó. Ikván. Sajó. Édes jó Isten. Itt a Sajó, megtaláltam. Sajó. Kaza. Kazincbarcika. Sajó Szent Péter. Sajó Keresztúr. Megvan. Sajó Keresztúr. Hol a polgármesteri hivatal? Mi volt az? Rákóczi utca. Rákóczi utca és Kossuth-Lajos utca kereszteződése. Innen indultunk. 4 méter. Következő. Ez túl könnyű volt. Egyik jobb helyre menjünk a másikra. Azt mondja, hogy Horváth Géza, Ács, állványozó. Ezt már tudjuk. Hát valószínűleg nem erre van a főút. Bár... Várjál. Vakbottyán utca. Hát ez bárhol lehet. Konkrétan. Hát jó, akkor ez egy nagyobb település, maradjunk ennyiben. Ez egy mindenképpen nagyobb település. Azt mondjuk, ezt kijelenthetjük. Szondi utca. Uh-huh. Vakbottyán. Oké. Hát azért, hát igazából ez már város, az meg. Azt hiszem kijelenthetjük, hogy ez egy város. Oké. Bazd meg, még izé is a víztorony. Interspár. Beszállít. Itt van egy nagy Interspár. Hol az anyámba vagyunk? Ezt nem ismerem föl. McDonald's. Sárvár Győr. Győr. Várjál. Dél-kelet felé nézzünk. Arra mentünk így. Sárvár. Sárvár, bazd meg. Persze nem tudjuk, hogy ez milyen messze van. Azért. Varga Transz. Automosó. Volt ez bármi lehet. Ez a hely. Bárhol lehetünk konkrétan. Igen, köszönjük néged Sárvár. Sárvári termál kristály, vagy mi az? Mája? Nem biztos, hogy erre Sárváron vagyunk el. Elég valószínű. Magyar Nemzeti Színház. Szenzáció. Elég valószínű, hogy Sár... Nem, mert Sárvár izével jelöli. Zöld táblával jelölte azt a sárvári részt. Azaz, ha most Sárváron lennék, akkor az fehér lenne. Város Lőd. Érted? Akkor valószínűleg máshogy lenne kiírva.
Azt se tudjuk, hogy igazából milyen messze vagyunk izétől. Győrtől. Most Győr felé megyünk. Az a centrum. Prémium. Pék. Most észak felé megyünk. Nagyacsád, kenyeri, édes jó Istenem, kenyeri. Hú, most nézegettem kenyerit, bazd meg, de hol az anyámba volt? Időre szoktam véletlenszerűen nézegetni különböző településeket. Valamelyik nap pont kenyeri volt, bazd meg. Édes jó Istenem. Nem volt nem volt rossz. Hát nem volt egy nagy szám. 83, várjál, egyenesen 83. Nem volt rossz egyáltalán. Jó se volt. Pápa. Innentől tart idáig a 83-as. Ha minden igaz. Ez már nem az. Ez már a 8-as. Tehát ezen belül leszünk. Pápa. Pápa az lehet. Egyenesen van Győr. És most ugye észak felé tartunk. Az jó. És... nem, mert erre van Sárvár. De biztos, hogy szerintem pápa lesz. Pápa lesz, ráadásul... ha találunk egy izét, egy... körforgalmat, akkor az segíthet. Tesco. Aldi. Ez nem az. Nem. Itt sincs körforgalom. Mol, nem. Persze nem biztos. És hát, hogy az meg Győr mellett vagyunk egyébként. A többi település nem gondolnám. Olyan nagynak. Az igazság. Igen, Interspár, igen, tudom. Nem gondoltam, hogy van Interspár itt. Mol, Lidl, Penny. Van itt még valami? McDonald's volt még itt. Tesco. Szerintem, az igaz, hogy most előbb észak felé néztünk. Kimondottan észak felé. Arra felé tartott az út. Tehát akkor... ez nem lehet, ez. Csak itt. Azt nem hiszem, hogy ilyen messze lennénk. És kimondottan délfelé nézzünk. Egyenesen délfelé nézzünk. Oh my god, Roland! Üdvözöllek! És mi van akkor, hogyha Győrbe vagyunk, bazd meg? Itt, Győr új barát. Ez még erősen nagynak tűnik ez a hely. Prima.
Flóra. Itt van egy metró, azért azt láttuk volna. Menjünk tovább. Úton vagyunk. Lehet, hogy nem pápa. Lehet, hogy meglep minket, és ez nem is pápa. Flóra. Nem. Menjünk egy kicsit tovább. Győr. Azt mondja, itt van lesz egy keresztül, itt lesz egy izé. Nagy acsád balra. Na most én szerintem vonat van, bazd meg, azt mondja. Hát akkor csak pápa lesz. Persze nem jelenti azt, hogy mi most effektíve, hogy hívjákon vagyunk ám a 83-ason. Azt tudjuk, hogy lesz egy izé, egy körforgalom, és utána jó eséllyel rá tudunk menni arra az útra, ami a 83-as, és Győrre visz. Szóval ne egyáltalán biztos, hogy ezen a nagy úton vagyunk. Lehetünk ezen is. Azt mondja, hogy kenyeri. Az anyámban van kenyeri. Meg nagy acsád. Itt van nagy acsád. Hát akkor csak itt leszünk. Itt. Itt valahol. Itt van egy shell. Itt is volt egy shell. Itt van nagyacsád. És kenyeri felé tartó. Leágazás. Ami itt van. Jó. Akkor ez csak itt lehet. Erre. Nem? Interspár, megvan. Meg vagyunk. Ez az. Itt vagyunk. Itt van a izé, és akkor ezen a lejövőn izé van. Itt van a izé, oké, megtaláltuk. Szerintem ez az a... Itt van az Interspár. És a vakbottyán útján kezdtünk. És volt egy útunk. Szondi, nem? A Szondi volt, és előtte kezdtünk. Itt. Sőt. Inkább itt. Ez az. Még hátrébb egy kicsit. Erről meg az argó jut eszembe a nagyacsádról. Ez az! Hurrá! Természetesen megyünk még egyet. Magyarországon. Utána megyünk egyet a világban. Csak azért, mert szerettem magamat kínozni. Jó, szóval akkor nagy valószínűséggel nagykörösen vagyunk.
Az erre van, nem? Kis körös, nagy körös, körös. Ó, körös, bazd meg. Tudom kéne, hogy hol van körös. Tartsa, bazd meg. Én kis és nagy tartsára gondoltam. Oh my god. Hol van körös? Bazd meg, a körösök itt vannak, nem? Édes Istenem, mekkora egy hülye vagyok. Hát én nem tudom. Hát a körös körül, bazd meg. Köszönöm szépen. Az itt van valahol, nem? Fekete körös, fehér körös, anyám is körös, kóros. Hát ez pedig itt van. Körösújfalu, mondom én. Erre van. Na, körös nagy, körös. Persze nem jelenti azt itt. A nagy körösnek van köze a köröshöz, csak mondom. Mondom. De feltételezzük, hogy van. Körös tartsa. Szarvas. Nagy színás. Mezőkovácsháza. Ide is ellátogattam egyszer. Lökös háza. Tóth Komlós. Jaj. Pitvaros. Itt jártam. Battonya. Ott is jártam. Borosházán is jártam. Sőt, Nagykőrösen is jártam, bazd meg. Ez az anyámban van. Körös harsány. Komádi. Körös ladány. Körös tartsa. Kis újszállás. Kunhegyes. Szolnok. Körös. Itt van a körös driver. Kunszentmárton. Ez már Tisza. Itt így a körös befut a Tiszába, onnantól kezdve már nincsenek körösök. Azt mondja, hogy... Gyoma emrődő. Biztosan nagy körös itt van egyébként? Vagy hagyjátok, hogy keresgéljek, miközben totálisan máshol van nagy körös. Hm? Körös nagy harsány. Körös újfalú. Vésztő. Sarkad. Gyula. Ott is jártam. Ott is jártam. Kis újszálláson is jártam már. Karcagon. Jó, jó, inkább nem sorolom el. Egy időben sok helyre jártam. Nagy Magyarósi. Nyír, ez már Nyír. Ez már a Nyírvidék, ez nem. És nem menjünk át Romániába. Én is arra gondoltam, de ott izé van. Kis tartsa, nagy tartsa. Az jutott először eszembe, hogy ott van a kis körös, nagy körös, de hát arra gondoltam, hogy talán a folyónál van mégiscsak, nem? Nagy káta. Hát... Fót, kerepes, csömör. Na jó. Menjünk. Bajza utca.
Oké, okay. Ez nem Budapesten vagy körös? Totál véletlenül? Kőrös kolor. Nem Budapest része? Annak közvetlen hozzátartozó csatolmánya? Remete szőlős. Ha minden, ha megnézem, vazeg. Százhalombatta. Ráckeve. Kiskunlacháza. Alsónémedi. Kispest. Menjünk. Na, akkor ez a nagykörös is izé lehet. Egy nagyobb város lehet. Hogyha ilyen izéje van. Lakótelepe. Parkja. Biztos, hogy nem Budapesten járunk. De Pajza utca. Aztán nincsen sok helyen. Nem? Sok üdés életben nem fogunk itt megtalálni semmit. Menjünk. Ez milyen utca? Nem derül ki? Király. Ott volt egy kereszt utca, de ezt az utcát akarom megtudni. Eladó. Gondolom. Van Szabadság tér, Nagykőrösön, nem tudom, segít-e. Azt sem tudom, hol van Nagykőrös, vaze. Hát most az, mit kezdek én, hogy ott is van Szabadság tér. Ez valami... Itt akart lenni? Azt mondja, hogy én mindig nem derítettem ki pontosan, hol vagyunk. Nyitva. Itt a tartási idő. Abonyi út. Abonyi út? Abonyi, akkor ez Szolnok, bazd meg? Na.
Itt van Abony. Cegléd? Nem hiszem, annak a város része lenne. Kőröste tétlen. Nagykőrös. Megtaláltam. Cegléd és Kecskemét között van. Aha. Megvan. Ceglédi út. Most az Aponyi úton vagyunk. Ceglédi. Szerintem a Ceglédi után Abonyi lesz, vagy Abonyi után Ceglédi. Fasz tudja. Külső körösi út. Már Cegléden lennénk így, ez nem jó. Körös. Kecskeméti. Kecskeméti. Már Ceglédi. Aha. Szabadság tér. Szolnoki út. Abonyi út, itt vagyunk. Hogy hol jártunk, melyiken belül, bazeg, fingom nincsen. De tudom, várjál, megvan. Bajza. Vagy legalábbis nem biztos, csak az volt odaírva egy ilyen izén, de az nem biztos, hogy bajza. Ez csak lehet, hogy reklám volt, hogy bajza. Igen, egyébként, az simán. Visszamegyünk. Visszamegyünk. Bőven. Igen, itt van egy dohánybolt, amellett eljöttünk. Itt kell lenni egy dohányboltnak, várjál. Mester, kisvadász. Dohánybolt, ez lesz az. Zöld meze, nem emlékszem már rá totálisan, nem. Ja, hogy a... Egyiket nem tudhatom, hol van pontosan. Mert ugye... Az nem az az utca volt. De szerintem kijöttünk valahogy így. És szerintem valahol, vagy gyopár. Gyopár volt. És szerintem itt ezeknél a... Igen, és itt van a körös koror. Napközis óvoda, itt valahol, ide rakom. Hat méter, ez az! Good game! Oké. Okay. Hát ebbe az irányba elnézve ez ami alföldi régió lesz. Meg kellene néznünk, hogy ez hol van, ez a utca, hogy hívják. Hát van a házon is kint van, várjál. Ezek ilyen újépítésű
Házak. Macska volt? Elütöttük? Nem macska volt? Ja nem, az a visszapillantó, vagy valamink. Aha. Ez körbe-körbe karika lenne, úgyhogy inkább visszamegyünk. Ebbe az irányba. Már elég gedvasosan néz ki ez a hely. Ez láthatóan csak most épül ki. Ilyen új villanegyed, de bazd meg. Ahol lesporolták mindenhol a utcanévtáblát. Mindenhol lesporolták. Ez valami... Ez a házeladó. Melyik az? Hú, bazdmeg, ez is... Hogy van ez? Itt laksz, itt kettő darab garázssal, nulla kerttel. Ha mögötted már ott van a szomszéd. És te úgy tudsz hazamenni, hogy majd ő is húzni fog ide egy kőfalat. Édes jó Istenem. Azt a gyárépületet figyeld. Ez kőbánya, bazd meg? Nyilván nem csak ott van gyárépület. Hallod? A falu egyetlen betonos útja. Bátori lakóterp második ütem. Az egész faluban itt van csak beton. Aha. Ez remekül néz ki egyébként. Ez egy igazán átgondolt és remek koncepciónak tűnik. Na van egy utca név. Játék utca. Még ilyet sem hallottam még. Ez egy játék utca. Na menjünk erre. Ez egy katonai... Azt mondom, hogy laktanya, de ez biztos, hogy hülyeség. Bármikor van az épületből kiindulva, tehát mögötte láttunk. Kecskemét, bazd meg. Hol lehetünk? Helye. Azt te látok rá egy ilyet, hogy E.ON vagy valami. Nem. De nem. Most mondanék valami, de inkább nem mondok semmit. Itt egy izé van, bazd meg. Ez tényleg egy laktanya volt, szerintem. Simán. Milyen köz? Tagló köz. Mert csak mégis aki fogunk menni arra a betonútra, ami itt van, ami ide kijutottunk egy betonútra innen? Mi, hol vagyunk? Polgár. Felé. Tudunk elmenni a 36-oson. 36-oson. Nem enged elmennünk innen. Ennek a közeléből.
37-et megtaláltam. 39. 35. 36. Polgár. Nyíregyháza? Merre nézünk? Észak felé nézünk. Nyíregyháza lenne? Talán. És pontosan észak felé nézünk. És van velünk szemben egy körforgalom, hogyha egyenesen megyünk rajta, akkor Polgár felé el tudunk jutni. Mondjuk az még elég sok lehetőség egyébként, nyilván. Az sem biztos, hogy itt vagyunk. De van valahol itt. Ezen a részen. Most mi észak felén elváljál. De hogy lehet az, hogy ha észak felé megyünk, akkor Polgár felé jutunk. Na? Ha itt lennénk, akkor nyilvánvalóan erre lenne Polgár. Tehát biztos, hogy nem ott vagyunk. Tehát itt kell lennünk valahol. Na. Felső Bokori út és Fokos út. Menjünk egy kicsit tovább. És az M3-as is ott van. Figyeld? Akkor lehet, hogy Újfehértó. Na akkor Nyíregyházat is kiírná. Nem? Szóval egyáltalán nem biztos. Itt is lehetünk. Itt is akár bárhol. Hajdúböszörményben is. Pont, hogy észak felé nézünk. Görbeházánál is lehetünk. Jó. Nyilván ez egy nagyobb településnek tűnik azért annál. Na mindjárt kiderül. Mégiscsak Nyíregyháza, bazd meg. De Nyíregyházának vége van. Táblát kapunk. Az hogy az anyámban lehetséges? Úgyhogy itt vagyunk valahol. Szerintem. Hát de ez az is hülyeség. Nem, fingom nincs, meg megmondom őszintén. De mi a 36-oson vagyunk rajta? Akkor a 36-os nem csak ennyi. Hol megy még a 36-os? Az is 36? Nem. Ez Polgár felé megy. Ez is 36. Ez. Szerintem az csak annyit jelenthet egyébként, hogy nagyjából egy irányba kell mennünk ahhoz, hogy a 3-ast is elérjük. Illetve Polgárnál eleve rácsatlakozunk a izére. Ugyebár, szerintem ez mindössze annyit akar jelenteni. Ezzel együtt, ez egy kicsit fura, megmondom őszintén.
De már elhagytuk azt a keresztődést, ahol el lehet menni polgár felé? Nem. És délfelé van a centrum. És észak felé tartunk, bazd meg. A 36-oson vagyunk rajta. Érted? Kicsit olyan, hogy is fogalmazzak. Kicsit ilyen fizikai képtelenségnek tartom, de na mindegy, mindjárt kiderül. El nem tudom képzelni, hogy ez hogy van. Polgár. De West, bazd meg. Nem East, West. Gyerekek, hát miért nem szóltok? Hát West, az nyugat, bazd meg. A nyugat felé tartunk, ebbe az irányba. És elhagytuk ki. Itt hagytuk el a Nyíregyházat, itt valahol. Abból az irányba jöttünk nagyjából, nem? Mi van itt? Kamionmosó. Jenei busz. Aha. Nagyobb cuccot keresünk már itt. Borzsa, izé, tüzép. Hát, ami is mit találunk itt. Itt van a játék. Igen. Itt a játék. És... ez egy nagyon nagy kérdés. Ez lett az, ahol megtaláltuk a táblát. És itt kezdtünk. Még nem emlékszem rá, hogy volt izé. Megmondom őszintén. Nem, szerintem itt. Igen, itt. Hogy lett volna út egyébként. Hát vagy itt kezdtünk, vagy itt kezdtünk. Jó kérdés. Jöttünk volna erre, és akkor itt van ez a utca. De mi végül itt jöttünk. Szerintem onnan jöttünk. Innen. A fasz tudja. Mondjuk innen. Egyel arrébb játékról. Jó. Fú, bazd meg. Na végre valami kellemesebb hely.
jó kis hely. Ez nem izé. Bazd meg. Ez a busz megálló, ez iszonyatosan ismerős nekem. De nagyon durván, megmondom őszintén. Tuti láttam már. Felső Büki Nagypál Általános iskola. Felső Bükk? Felső Bükk? Akkor mi totál más, mint amire gondoltam. Felső Bükk? Vagy annak semmi köze nincsen hozzá. Hát a Felső Büki az ami embernév. Nem hiszem egyébként. Bár... Nem, bazd meg, ez nem az. Ne kurjál föl. Hát ez nem Fertőszent Miklós, bazd meg. Hát akkor le van másolva, az a kopintva. Hát esküszöm. Ez Fertőszent Miklós. Ugyanígy van, van a templom, mögötte egy parkoló, ott van egy presszó, bazd meg, ahol fagyizni is lehetett régen. Itt van a könyvtár, meg a ez a kultúrvíz, bazd. Igen. Itt, de ez Fertőszent Miklós, bazd meg. Ez biztos, hogy Fertőszent Miklós. Ne kúrjál föl, hogy nem az. Ez Fertőszent Miklós, bazd meg. Ne kúrj föl, hogy nem az. Sokat fejlődött, ahogy látom, de nem biztos, mert soha nem lehet tudni. De az. Mert van itt, hogy hívják? Ez is itt van, bazd meg. Ez Fertőszent Miklós, gyerekek. Biztos, hogy az. Ez Fertőszent Miklós. Szerintem. Itt van. 1000 mester építőanyag barkácsáruház. Fertőszent Miklós, igen. Polgármesteri hivatal. Hát akkor ugyanúgy néz ki, mint itt van a felső Bükk, igen. Püspöki bizbasz. Itt van Felső Bükki Nagypál Általános iskola. Kurva jó, innen kezdtünk. Na várjál, nehogy azt hidd. Nem végeztünk. Nem végeztünk, gyerekek. Nem végeztünk itt. Életem egy történetének egy nagy darabkája. Csak mondom. Odaérkeztünk, nem akárhova. Fertőszent Miklóshoz kötődöm. Szeretem szerető Fertőszent Miklóst. Már az a busz megálló ismerős volt. És ha tovább megyünk, itt van vonat is. Ez egy nagyváros, gyerekek. Na mindenségnek a közepe. Nagyon-nagyon rég jártam itt. Itt van egy tök jó izé, itt arrébb, azt hiszem. Itt van. Rohadt jó izé van itt. Pék, de az visszább van. Szent
Szerintem. Itt van egy intes pár, ott van, spár. Most van nem intes, mert csak egy spár. Ott van egy böllérfalattozó, az egy tök jó hely. Én nem ismerni, annak elmondom. Itt várták, vágták legutoljára, mikor itt jártam, legutoljára a hajamat kérlek szépen 550 forintért vágták. 550 forintért. Igen. Én nem, az sem volt. Itt van. Hovrát Pékség. Kereskedelem. Ez egy rohadt jó ez egy baromi jó izé volt. Hello, Nidi. Üdvözöllek. Ez nagyon-nagyon-nagyon jó pékség volt. Most már itt van az M85-ös. Akkor még nem volt. És ezen keresztül lehet elmenni oda. Röltök Muzsajba. Ott dolgoztam 8 hónapot. Elég is volt. Petőháza. Igen. Hát nagyon jó. Na jó van, hát akkor jelöljük meg a helyet, vágó úr. Itt kezdtünk, nem. Buszmegállónál. Ott. 17 méter? Felháborító. 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 Hazudik a játék. 18 méter, azt mondja. Följ! Na jó. Hát, na itt nem jártam. Jó. Hát valami település mellett vagyunk a 70-es kilométernél. Gondoltam, megnézzük ezt az utcát. Ki van-e írva? De úgy látom, hogy nincs. Hát akkor menjünk vissza. Nem sokára kezdjük a izért, most nem fogunk világtérképezni, ha csak nem akarjátok. Aki szeretné, mi világtérképezünk egyet. Az írja be a chatbe, hogy én szeretném. Vagy bármit. Vagy tudom. Kis... unyom. Kis unyom. Kis unyom. Hú, hát ez a településtábla nem sokat segített. Pontosabban ez nem településtábla volt, hanem csak iránymutató tábla. Hú, most lehet 46 kilométert fogunk menni, ez semmiben? Nem. Ha lehet. Zalaegerszeg. Vas megye? Körmend. Vasvár. Ha. M86-os. Egyébként akartam hirtelen mondani, nagy valószínűséggel valami Vas megyei település lehet, mert annyira... Hogy is fogalmazok? Fura a megnevezése. 86. 86. Micsodát keresek én? Zalaegerszeg. Itt van. Azért ezt megtaláljuk. 80. Azt mondja, hogy Zalaegerszeg. Akkor csak inkább csak irány felé mutat. 85. 86. Körmend. Hát lehet így persze, hogy így megyünk, mit tudom én, most mondtam valamit, vagy délre. Körmend, várj, Körmend, 86. Ez is 86. Ó, akkor ez lehet, hogy Szombathelynél vagyunk, vagy Szombathelynél nem messze. Ott van, Kisunyom!
És innen kezdtünk. Igen, néha én halkítom el. Egyszer-egyszer. Na, utolsó. Akkor utána megyünk izébe. Nyugalom. Mindenki, amire vár, megkapja. Mi az? Jókai. Jóka. Hát, milyen meglepő. Jókai. Azt hittem Kossuth. Géparkatrész. Vegyes iparcikk kereskedés. Hát nem egy nagy bolt. Maradjuk egyben. Nem egy nagy bolt. Valami utcanévtáblát szeretnék. Lada. Rég láttam Lada gépjárművet. Van izé. Kordé. Szervusztok. Emberek. Azt hiszem azok. Azt mondja, hogy mehetni tovább. Nem tudhatom, hogy azok emberek ki volt akarva a fejük. Tehát még akár kecskék is nettek. Na. De... Ez is valami síkvidéki, nem? Eléggé sík. És egy nagyobb település lesz ez. Hát jó, mondjuk ennyi házból ítélve ez még nem jelent semmit. Mindenféleképpen falusi környezet. Nem is kérdés. Most nem halkítom el. Engem egy tipikus Somogy megyei falura emlékeztet. De tekintve ideig 65-ször vitt át minket Debrecenbe, szerintem most is Debrecen és Nyíregyháza környékén vagyunk. Engem kérdeztek. Ez valószínűleg itt az út vége, nem? Egy darab útjelzőtábla nem volt, bazeg. Ez a falu túl vége. Ez inkább menjünk vissza. Település táblát, vagy mi ez is, utcanévtáblát keresnék. Na, Nagy-Magyarország az, mert ezek kint van. Azt hiszem, milyen utca az nincsen. Eladó. Na, fiam. Jó. Oké. Presszó. Mini presszó. Ó, bazeng, ez izére emlékeztet. Hogy is hívják azt a települést? Csícse. Csícsire. Hirtelen Csícsi jutott eszembe, de az biztos, hogy nem, mert az sokkal nimbesebb, dombosabb ennél. Csak ez a mini presszó arra emlékeztetett. Nyilván sok mini presszó létezik a világon. Csak gondoltam, hogy megemlítem, hogy ismerem a Csécse nevű települést is. Azt mondja, Póka gumiszervíz. Vigyázz, a kutya harap. Jó, hát ez sokat nem segített nekünk. Oké, itt van házszám. Na, házszám már van. Ez a 6-os számú ház. Ezt már tudjuk. Jó.
Egész utcában egy darab istenverte tábla nincsen. Mi ez? Térburkolók. Várjak, az lehet, hogy nem is egy kis város, bazd meg. Kis, mi az Isten? Falucska? Nem, bazd meg, nincsen, nincsen. Egy darab tábla nincsen kint. Egy darab. Hát, hogy lehet így élni? Itt sincsen. Itt sincs kint. Hogy találnak az emberek haza? Pagoda. Cukrászda. Húsdiszkont. Éden. Fagyizó. Kóp. Már itt van valami útjelző tábla, csak kit akarja. Videójavítás, ez nagyon jó. M3 balra. 200 méter, azt mondja. Hogy a viharban lehetne? Persze, hogy lehet. Ha nem lehetne, akkor nem live-olnék. Na, azt mondja, hogy itt viszont van valami... Hajdudorog. Oké, hajdudorogon vagyunk. Ami... Debrecen, nem? Hajdú... Ki hitte volna, bazd meg, hogy... Akkor jól mondod, mert hajdudorog. Nagyon jól mondod. Itt vagyunk. Hajdú dorog. Dorog Demeter művöldési ház. És akkor valószínűleg a hét útba jöttünk ki. Itt van a mini presszó. Ebből az irányba Jókai. Valahol itt. Elfogadom. 30 méter. Hurrá! Nagyon jó. Na, ügyi-bügyi voltál, Nidi. Mehetünk a lényegre. És indítom. Single load. Load. Nagyon jó. Pillanat. Itt is vagyok. Na! Ugye ott tartunk, hogy tulajdonképpen lassan vége van ennek a pályának. Most már megszereztük a Szent Grált. Be is vittük a városba. Ott van. Ott. Ez itt a Szent Grál. Igen, ha csak hogy belépünk, akkor sokkal epikebben néz ki. Keresztül visz minket a városon. Igen. És igazából készülünk arra, hogy meghódítsuk az ellent. Most már csak és kizárólag az a célunk, hogy tönkretegyük mindenestől.
a pirosat, mert a kék az kikapott. Nagyon jó. Nem foglalkozunk semmivel. Csak a hódítással. Meg a gyilkolással. Lefelé kellett volna menni. Arra. Á, út. Van itt út. Úton megyünk. Úton sokkal gyorsabbak vagyunk. És előbb-utóbb úgyis elérünk valami helyre. Nagyon jó. Kör vége. És mindjárt jön velünk szembe. Egy! Egy. Oh my god, hogy befutotta? menekül a söpredék. Aha. Itt a vár. Az a baj, hogyha magas szintű, ahogy hívják a vár, akkor azért el fog tartani egy darabig a harc. A törpe várok azok nagyon várak, nagyon kemények. Föl vannak készülve az osomra. 720 darab kis mocsok. 720. Látod azt? 720. Az a szerencse, hogy nincsen izéje. A nagyon nagy szerencse. Elindulunk így. Hát, ha nem egy csapdába fogunk visszaérkezni. Természetesen azt ütjük, mert az képes további sebzést okoz nekünk. Ezzel ide jövünk. Hogyha nem akarnak kijönni, akkor be tudjunk menni. Menj oda. Vége van a... Szédőttük az egyiket. Nagyon jó. Mindenféleképpen izzelni kéne. De nem tudjuk okozni neki a... ezt kellett volna okoznunk. Ezt nem tudjuk, mert... Itt 100 manánk van. Ez érdekes. 6 körig tudunk okozni izét. Akkor a... Nekik őket megáldom. Nem megyünk, mert az erősebb, mint a 500. Kijönnek? Ki? Tűz. Az még úgy elég jó. Gyere. Öljük meg. Jó, mondjuk ez így jól lesz. Mondjuk annyit tudunk ölni belőle? Talán lesz szerencsénk. Jó. Egyet. Szerencse hátám. Az angyalt? Meg is öli. Ó, mégsem volt olyan kemény. Igen, hogy hős nélkül azért nem volt. Nem volt egy nagy szám. Visszafelé elfoglaljuk azt. Meg ezt, hogy szaporulatnál kevesebb legyen. De ez egy fullos vár viszont. Ez egy fullos vár. Na. Mégis ezért kezdtük el ezt a nagy pályát, hogy bemutassam ezeket a élőlényeket. Magma sígye van. Nem emlékszem már, hogy mit használtam régebben. Melyiket a kettő közül? Azt hiszem ezt.
Hát igazából ugye ez a törpöknek az alapegysége, elég izmosak, azt tudják, hogyha ő azt tudja, azt hiszem, hogy a mellette állóknak ad védelmet, meg a mellette álló védekezik, akkor séd volt ad. Viszont, hogyha ő védekezik, akkor extra védelmet kap. Brutálisan nagy védelmet tud kapni. Szinte áttörhetetlen. Látod? Tehát, hogy ő nagyon-nagyon sok eggel el tud húzni egy ostromot. Ezek a távolságiak, hát egyik se túlzottan erős. Amelyik valamelyiket ér, az amelyik ez. Azt hiszem ő. Mert ő tudja azt, hogy nem ő az, a másik az. Mert ő húzza egyet az ellent magunk felé. Azt nem szerettem sose, megmondom őszintén. Ezek a medvék oda mennek, ütnek, nagyot ütnek. Az egyik az morogni tud, a másik annak ilyen pov, ilyen olyan ütése van, neki van olyan ütése, hogy stunnol. A másik pedig üvölteni tud, és akkor megijed az ellen, és elfut. Mondanom se kell, hogy azért a, hogy hívják, a sokkal jobb, a stun. A kettő közül, ők is kis érdekesek, ők ugye a kis harcosok. Ő tud ilyen berserker rage-et magára nyomni, és akkor... Nem, túlzottan sokáig tartott ez a dolog, és itt mondták a fiatalok, hogy ne legyen. Na szóval, és annyira megmondom őszintén, és én se hajlottam rá. Vagy lehet, hogy holnap. Na szóval, ő képes egy ilyen támadást benyomni magának, amivel nagyobb lesz a sebzése, de kisebb a támadás. Fordítva, nagyobb lesz a támadás, és kisebb lesz a védekezése. Ő pedig azt tudja, hogy a nagy élőlényekre plusz sebzése van. Legjobb dolog a világon. Mark of Fire, azt hiszem jelet tud tenni az ellenségre, és akkor nagyobb lesz a sebzése az adott kreatúrán a tűznek. Na, de sose szoktam használni, inkább ezt. Mert ez tud ugyanúgy, azt mindenket tud varázsolni, de ez ilyen keresztben sebez. Na, a tán, magyarul ezt tánnak fordították, és rohadt jó név egyébként. Itt van a két lord. A két lord közül, de majdnem ugyanazt tudják egyébként. Annyi mind a kettő tud a legelső lépés előtt, vagy miért ő lép először, tud egy darab egyet lőni az ellenségre, csak neki az a jó, hogy ő elektromosat. Úgyhogy őt szoktam mindig használni. Meg ő képes a ütése is, hogy hívják, elektromos. Másiknak pedig ilyen hullám sebzése van, tehát ő megüti az egységet, és akkor aki mögötte áll, egy ilyen hullámban sérül. Talán láttátok már ezt. Nem szerettem sose. Mert nem tudom mindig úgy irányítani az ütést, hogy kell. Viszont, hogyha mellette áll bárki más, ha ellenséges lény mellett, akkor az mindig sérül. Tehát ez sokkal jobb, szerintem. Na mindegy. És akkor itt vannak ezek a magmák, hát ezek a leg... Hát... Nem tudom, hogy ők a legrossz... Talán nem ők a legrosszabbak. De lehet, hogy ők a legrosszabb 7. szintűek. Most először teljesen elgondolkoztam, hogy izé rosszabb az élő halottak sárkánya. De az élő halottak sárkánya legalább tud repülni. Ez még azt se tud. Ez azt tudja, hogy magmasérje van, tehát ha megütik, akkor sérül az, aki megütötte őt. Illetve azt hiszem úgy tud fújni, hogy a mögötte lévő is sérül. Eznek nincs a magmasérje, viszont ez úgy tud fújni, hogy a fújása után maradnak ilyen kis tűzgócok. Van esélye, hogy marad.
És ez nagyon jó, mert akkor el kell lépni az ellennek onnan. Különben az is sebzi folyamatosan. Igen, a tehetségeidet is sebzi. Igen. Na mindegy, egyelőre nem gondolnám, hogy itt nekünk sokkal tovább kéne menni. Ha nagyon-nagyon el akarja foglalni, akkor majd berakunk egységet, jó? Azt hiszem mindent elmondtam a dolgokkal kapcsolatban. Ott lehet, hogy van lent még egy vár. Nem, itt lesz vége. Szerintem. Ajá. Na, azt. Szépen elkapjuk. Csere. Vagy ezek a kettő repül és át tudnak repülni ezen, ő nem. Ez a tán, és a fejlesztetje ugyanezt tudja csinálni, csak erősebben. Ki halt meg? Gyógyítsuk azt. Most már tudunk támasztani a... izével. Azt öljük meg. Sátorral. Tűz. Menjen. Volt esélye, nincsen szegénynek. Szegény, legény vagyok én. Nincsen se apám, se anyám. Csak egy kis. Au, ez egy kicsit fájt. Bebasztam a lábamat. Ezt is hallottátok, mi? Azt mondja... Szegény! Hogy kínlódhat? Milyen szomorú lehet neki? Most gondolj bele, ellenük lenne egy ilyen sereg. Már rég sírnék, és elmondanám mindennek a játékot. Hogy csal az ellen. Igen, nem sokára ez lesz. Úgyhogy azért edzelek titeket erre. Ha készüljetek fel, hogy lesz ilyen narratívám. Ide mindenféleképpen rakunk embereket, mert nem akarom, hogy elfoglalja. Úgyhogy a távolságiakat biztos, hogy kivesszük. Azt is. Ezeket is. Hát ki jön egy hős? Hát vegyük ki őt. Most be ezek van egy ilyen. Őt vesszük ki. Szerintem ő utálja a legkevésbé. Igen. Jó, azt megtartjuk, a többit azt offoljuk. Ja. Ja. Mindenképpen kell neki egy ember. Felszereljük őt ilyenekkel. Ezt megszerezzük. Minden rossz, úgyhogy ezt vesszük ki. Legalább ad minden satjához egyet. És azt is megszerezzük. Gyorsan visszamegyünk. Egyébként a törpök is a jó frakcióhoz tartoznak ám. Mondom. Hát ez egy jelentősen kisebb sereg. Anna az már egy nagyobb. Nem tudok hova kapni vazeg, mert itt sorra vannak. Moderét? Ez egy közepes ellenség? Ez kemény. Egy ilyen sereggel, amink van.
Milyen az ellen? 21-es. Jó, mondjuk van 16 olyanja, meg 32 ilyenje. Azt a ratt élet. Jaj, nem cseréltük föl a kettőt. De hülye vagyok. Meg azért van serege. Egyet tudunk leszedni belőle. Az kemény lesz. Az fájni fog nagyon. Azt üssük. De nagyon fog fájni. Itt azért lesz veszteségünk, azért. Bőven. Menjünk fel. Adjunk a egységeinknek egy ilyet. Jó. Gyere. Ezt öld meg. Hát nem öltem meg, de ez így jó volt. Hát essen egy, előre húzza egyel. Ez itt jónak tűnik, de például a városomoknál borzalmas. Városomoknál nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz dolog. Ha az angyalt egyre közelebb húzza, mondjuk. A repülőt. Simán lehet veszíteni. Azt. Vissza. Na ezt tudja. Ilyen hullámtámadást. Öljük meg. Szanam. Na. Egyet, a kettőt csak megölsz. Hát nem. Védekezik. Ezt megölöm. Elég volt. Abba támadunk, sebzünk. Hát, mennyit? 91-et. Nem túl sokat. Így 301-et tudunk sebezni. Ezt meg tudom ölni? Akkor azt megölöm. Jó. Abba ütök. Addig, hogy nem ad neki valami buffot, addig ezt így. Ezt gyógyítjuk. Angyala föltámasztunk. Pedig mindig kevesebbet sérülni, megmondom őszintén. Ha pontosabban veszteni. Így is lesz azért. Vesztességünk bőven. Vele nem megyek sehova. Vele lövök. Hármat? Kettőt. Azt mindenképpen. Üsset persze. Jó. Ez, hát mehetünk fel oda. Lőjük azt. Ez védekezik. Meg van valami... Az micsoda az a... Ha ez micsoda? Játszik ízértől kapta? A csávótól? Ezt nem tudtam, hogy van ilyen hatása is. Az a baj, hogy a sima feltámasztás nem ér semmit. Öljünk egyet ebből. Na hát azért lesz veszteségünk bőven. Jó, hogy csonk. Vissza kéne mennünk oda. Nem tudunk visszamenni. Nem fog halni. Ha nem teszünk valami gyorsan. Ennek is van magma sírgye. Ennek van magmas égye.
Védekezik. Fú, hát na, nagyon sokat veszítünk. Igen, sajnos. És nem tudjuk kinyírni, mire jön az ellen. És nagyon soká jön a izé. A sátor, úgyhogy ki kell nyírnunk sajnos. De lesz némi veszteségünk. Ezért volt közepes. Az nem kell, totál nem kell. Jó lehet ez. Oké. Mehetünk erre. Hajrá. Meghalt. Egyes szintű szar volt, oké. Az is egy lov. Egyik kős a másik után. Nem tudjuk kinyírni. Ezzel se. Ezzel igen. Egyes szintű. Hagyom már meg. Köszönöm. Jó. Itteni vár. Némi védelemmel. Úgy látom, fullos a vár. Látszik kívülről, hogyha van neki fala. Egyébként, azt hiszem, talán ennél nem látszik egyedül. De látszik. Na, azt mondja. Fullos a... Ez a vár. Kör vége. Hát... Ez egy 400 izéje. 600. Aha. Az a baj, nem tudunk szerintem áthozatni a másik helyről embereket. Hát rá nem ér véges a frame, ugye ennek van egy ilyen robbanó, tízes robbanó cucca. Hát nyilvánvalóan nem ér semmit tekintve. Hogy immunisa a izére. Ez jöhetne ide, de ez ki fog jönni odáig. Úgyhogy inkább várunk itt. Mennyit tudsz föltel támasztani? Egyet? Hát akkor azt hagyjuk inkább. Így. Szinte biztos, hogy ott lesz. Azt nyírjuk ki. Erre. Mert ő most előre lép, és úgy is támadok. Hát még nem biztos. Hát a tornyot kellett volna, bazeg. A tornyot! Hát azzal a 600-al nem biztos, hogy támadnék. Várjunk egy kicsit ezzel. Előtte fog még kapni sebet bőven. Előre megyek vele is. Meg vele is. Mert itt nagyon neki mennék. Hát azért ki tudna nyírni egy jó párat. És most nincsenek sokan. Figyelj, hogyha minden, ha csak egyet sebeznek a 670, akkor az 6 ilyet megöl. De inkább 7-8-at. De ugye 2 a max, tehát akkor a 1200 meg is öli. Meg is öleti. Ez a 300 is le tud akár szedni két angyalt. 370. Nyilván a mi védelmünk azért ér valamit, tehát azért nem nulla a védelmünk, tehát hogy
Valószínűleg nem tudná megölni. De azért egy ötöt le tudna szedni szerintem. Ha engem kérdezel. Négyet is akár. És szeretném, hogyha minél kevesebb szedne le. Ki tudunk gyógyítani? Ő tudjuk gyógyítani 170-nel. Az jó, ugye neki tudunk gyógyítani. Hátulra gyógyítjuk szépen az angyalt. Így talán nem nyír ki egyet se ez. Ha meglátjuk meg mennyit sebez. 28. Hát az... Jó, mondjuk ez így elég jó volt. A szerencse. Igen, 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 ő ilyen hátulról gyógyítós típus. Ő így szereti. Jó. Menjünk tovább. Szerintem abban az irányba lesz a... Már mind a kettő irányba ugyanúgy eltállunk oda, nem? Hogy van itt? Itt... hát szerintem... Itt a... Itt a... Mi jól jártunk egyébként, mert nekünk csak egy várunk van igazából a... Mondjuk neki is. Hát akkor ugyanúgy van igazából. Gastroenterológusok. Igen. Jól látott, kezesedik, nagyon jól. Meg is jöttünk? Nem. Most reszket a vár falain belül. Ha nem vagyunk balfaszok, és nem megyünk éppen igen rossz felé. Nem tudom, én nem tudom, hogy jó felé megyünk-e, megmondom őszintén. Hát itt elfogyott az út. Akkor inkább arra kell menni. Nem hiszem, hogy arra van. Mert itt nincsen, nincsen több tovább út, eddig van. De akartam valamit csinálni. Meg akartam nézni, hogy át tudunk-e hozni a másik szigetről valamit, nem? Ezt vegyük ki, csak a poén kedvéért. Tovább. Ott a vár. Láttuk, hol a vár. Bízom benne, egy gyereke menni. Lehet, hogy itt is körbe tudunk volna menni. Egyébként, ja. Ja. Lehet, hogy ennyi lett volna így. Csak arra gondoltam, hogy még lent, lefelé van ott oda a bejárat. Ennek is. Nem gondoltam volna, hogy fölfelé lesz. Megmondom őszintén. Lov. Nagyon jó. Mehet. 900. Egyes szintű. 900. 900. És már 2-3. Mindjárt jövök. Jaj.
Jaj, de jó a habos sütemény, de jó a habos sütemény. Képzeljétek el, elmesélek egy nagyon gyors történetet, ami itt orrot fülök még ilyenek. Van egy Hyundai csavarhúzóm, tudjátok, ez a gépi cucc. Én nagyon szerettem egyébként. És a költözés során, még a költözés előtt, ez 2022-ben van, csak mondom, december, akkor lett legutoljára föltöltve. És azóta használtam rettentő sok mindenre, a házfelújításnál, stb. És mindig kerestem a Isten verte töltőit, de sehol az Istenben nem találtam, tudjátok? De mindig reménykedtem, hogy talán megtalálom. Vagy ha nehogy Isten, elmennék egy MediaMarktba, akkor... MediaMarktba? Mondjuk egy Obiba, akkor onnan olyan csaklizni egyet. Aztán úgy voltam el, hogy nagy... Most már lemerülőben van, most már szar, és erőteljesen kéne, hogyha venni kéne egy töltőt. Hyundai elektromos csavarhúzó. És ilyen kivehető. Na mindegy, és... Kerestem töltő gyerekek, és sehol a büdös életben nem találtam hozzá. Csak egybe árulják. Akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor valamikor elmegyek az Obiba, és akkor megnézzük, hogy esetleg valahogyan meg lehetne oldani azt, hogy csak a töltőt elhozzam. Vagy megnézni apámnál, hát ha van valami megfelelő adaptere. Nem tudom, neki vannak ilyen hülye adapterei. Na, hát ezt így eldöntöttem. És nem telt el 2 perc, és megtaláltam a töltőt. Úgyhogy hál' Istennek nem történt semmi. Nem rendeltem meg, nem fizettem ki. A legegyszerűbb helyen volt, bazd meg. Azt mondja, hogy 10. Felemelkedünk, és ide támadunk egyet. Nincsen benne senki sem a halálzónában. Ezt mindenképp eltoljuk. Ez jöhet ide. Azt kéne előteljesen lőnünk, amíg nincsen rajta védelem. Én nem rak rá valami ízét, bár még egyes szintű hőse van, szóval még az is lehet, hogy nem lesz rajta semmi. De azért adjunk neki. A 40-et leszettünk. Most mondhatod, hogy égedő OP az, hogy kap egy 800 fő, 900 főt, de... Annyira nem, mert külön ki kell fejleszteni, pénzt kell rá költeni. És egyébként... talán annyira nem jók a törpettségek, a várvédelemben nagyon jók. Ja igen, és nem tudnak varázsolni egyáltalán. Hanem ők runákat használnak, ami kurvasokba kerül. Úgyhogy valószínűleg ezért kapták ezt a... kedvezményt. Na, meghalt az egyik torony, ennek nagyon örülök. Ebbe az irányba akar bejönni. Aztnak neki tudunk rohamozni. Attól nem félek. Ettől jobban félek.
Azt üssük. Így mehetünk oda, nem ütközünk bele a falba. Adunk némi védelmet az íjásznak, mert a tornyok őt fogja kölni. És visszaszállt oda, onnan jött. Isten áldja meg. Lehet, hogy nem fogok támadni. Csak beállok elé. Ha támadok, akkor jön a izével. Jöhet azzal. Ne szarozzunk. Utolsó vár. Ez egy utolsó izé. Mit kell itt izéni, nem? Azt. Kettőszer ki tudnánk nyírni belőle. Inkább én támadok előbb, mint ő. Engem, úgyhogy hajrá. Oké. Védekezik. Semmit. Csak a győzelem. Szálljon meg. Köszönjük szépen. Annyira nem ér, hogy védővarázslatot raktam rá. Meg feltámaszgatom őket. Ennyire nem ért semmit a katonáim élete. A pénzt, energiát és tudást áldozok arra, hogy lehető legkevesebb hajod meg belőlük. De tény, ez nem azért van, hogy ők megmeneküljenek, hanem azért, mert csak általuk lehet a győzelem. De kérdés. Számít ez? Egy italba. Tartósítás véget teszik a C-vitamint. De van benne ezért C-vitamin. Akkor számít? Vagy miért rakták bele? Ezek nagyon fontos filozófikus kérdések. Elrepülünk innen. Hát! Angyal, a föltámaszthatnánk egyébként azt. Hetet. Öljük meg azt, hát meg tudjuk ölni. Köszönöm. Ha ezzel bemegyek, akkor mindenféleképpen a izét fogja támadni, a griffet. A griffel ide szállok egyelőre. Ezzel lehetőbe megyünk. Azzal azt kinyírjuk, ennyivel kevesebb problémánk van az életben. A fullosra töltöttük. Azt. Vulgarizmus filozófiáját. Fú. Hát akkor mindennek vége lesz. Na, azt mondja, hogy... Ezt a sztrájkot nem is használtuk. Hát üssük azt, 9. Így 111-et tudunk sebezni. Hát a többi se többet. De. Ha egy erdőbe kidől a fa, de senki nem hallja. Attól még van hangja? Ugye? Persze, hogy van. Csak neked nincsen hangja, akit neki nem hallja. Na, attól még van. Mindegy. Nyertünk? Na, megkaptuk a izét! A tengeren való gyors mozgást. Megvan! Megvan a képesség, ez az. Jó, de neked nincsen, mert te nem hallod. Erik nem hallja azt a fakidől is, úgyhogy számodra, mint egyénnek nem létezik az a hang.
És Churchill mondta, az izé mondta te. Woody Allen. Nem? Neki vannak ilyen vicces szólásai. Na, hát ez megtörtént. Akkor most eldöntettétek, hogy mi legyen. Szervusz, Steven. Nem, ma nem lesz szupermarket. Az a nagy kérdés, hogy tudjunk-e még egy valamilyen nagyot? Ilyen huge-ot? Vagy large a legnagyobb? Vagy ne. Ezen mentünk idáig? Nem, ugye? Vagy inkább menjünk azon a múltkori 1x1-es pályán, és ott pedig nehéz szinten csatoljuk. Amy Hall, hát az egész Woody Allen, nem? Rosszul tudom? Figyelj, Woody Allennek, hogy is fogalmazzak nektek? Nem is tudom. Milyen? Amy Hall. Spielberget akarta, hirtelen Spielberg jutott eszembe, de nem. Amy Hall, igen. Woody Allen, igen. De Woody Allennek milyen filmjei vannak, vazd meg? Nem is tudom. Casino Royale. Ezt ő csinálta, bazd meg. Oké. Okay. Amy Hall, igen. Szent Ivánéi szex komédia. Aha. Egy filmjét nem ismerem. Én mi arról csak hallottam. Igen, tudom, hogy paródia. Karió Bíbor. Rózsája is zseniális. Nem. Szóval az a lényeg, kedves Sidrahán, hogy ha a large-on megyünk, akkor közepes szinten. Mert hogy large-on nehéz szinten nem fogunk nyerni, az garantálom. Biztos, hogy nem. Bőven, mert rettentő sok vára lesz, gyorsan fogja a laja előket, és a csalással nem tudunk, én nem tudok egyelőre versengeni. Ezért a 1v1-es pályán megyünk nehéz szinten, amivel legutóbb mentünk ezelőtti pályán, és ott kiválasztunk egy fajt és egy ellenfajt, és akkor megpróbálunk ott érvényesülni. Ha nagy pálya, akkor közepes szinten megyünk, mert most is láthattuk, hogy azért volt bőven csata, meg veszteség is. Jó, a végén utána már az Impossible, azt nem tudjuk játszani, valami, mert az kiakadt. Ja nem, ez kettő, ez az 1-2-1-1-V, nem tudjuk azt játszani. Kreálhatunk egy olyan mappot, csak azzal meg az a probléma,
Ez óriási egyébként. Csak mondom, hatalmas. Medium természetesen. Water... nem mondjuk meg neki, mi legyen. És nem jelölöm be ezt. Akkor mi történik? A generált térképeket még nem mutattam meg, hogy milyenek. Egyébként. Ez tény. Biztos, hogy egy impossible lel akarjuk kezdeni ezt a felderítést? Ó! Hoppá. Jó is ez a játék. Nagyon jó ez a játék. Mondtam, meséltem már róla? Nagyon jó ez a játék. Megéri vele játszani. Azt mondja, hogy huge, huge. Akkor generáltassunk egy kisebbet. Igen, azért. Azért. Create. Most is kiakadunk. De érdekes, mert már csináltunk egyszer. Generáltatunk vele impossible-t, nem? Lehet, hogy nem. Oh my god. Na jó, nem kell a izé. Nem kell a víz, jó? Vagy kell a... Nem kell a... Kell a... Nem kell. Kell a víz. Nem kell a víz. Kell a víz. Nem a kell a víz. Kell a víz. Nem a kell. Kell a víz. Mégis lehetne víz egyébként. Legyen víz! Save! Nem kell itt izélni. Oh my god. Ez a három faj van. Biztos, hogy akarunk milyen nagyot? Egyébként? Átgondoltuk mi ezt? Kellőképpen? Tutira? Az a baj, megint az ellen a két ellenfél ellen megyünk, aki ellen ideig mentünk. Nem lenne kifogásom egyébként a izi ellen. A... démon ellen megmutassam, hogy milyen. De nem tetszik, hogy izé. Itt van egy másik huge, de azzal nem tudom mit kezdeni. Itt van egy ilyen. Szóval akkor inkább nagy térképet akartok, mint sem szopást. Oké, igazatok van. Még a férfiak általában szeretik a szopást, azt mondják. Ne legyen víz, legyen közepesek az ellenfelek. Nem tudom, hogy az ab szed, gondolom az a nem. És legyen három játékos. Négy. Hát itt fogunk szopni eleget. Pilladig se aggódj. Ez. Jó, mehetünk a izékkel szerintem. Nem? Menjünk a izékkel a... ezekkel? Vagy menjünk a... eldönthetitek... oké, menjünk ezzel a térképen. Eldönthetitek, hogy melyik fajjal akarunk menni. A tündével. Az emberrel. Nehogy Isten a mágusokkal, vagy a törpökkel.
Az emberrel voltunk az előbb. Törpök azok, akikkel legutóbb harcoltunk. Legutolsó harcunk. Tünde. Egy tünde, én is tündire gondoltam. Szerintem is kicsit unalmas már az ember, meg nagy valószínűséggel akkor unalmas a varázsló is, hiszen az is rettentő sokszor volt. A törpöket meg egyre nem tartom annyira izgalmasnak. Úgyhogy menjünk velük, igazad van. Pirossal fogunk kezdeni itt. Ami nem olyan jó egyébként, mert baromi közel van, ahogy hívják, nem? Az ellen. De lehet, hogy csak ott lehet átmenni az ellenhez. Lehet, hogy hamar fogunk találkozni egymással. Hát itt most lehet csalni, mert látjuk a térképet. Na, el kell döntenünk, hogy melyikkel fogunk menni. Master of the Hunt. Azt hiszem, vele szoktam menni. Na mindegy, kiderül. Kiderül, jó? Menjen. Mit tud ez a Master of Hunt? Izét tudja. Jobbak a izék. Több Hero XP a csaták után 2% per Hero szint. Egyikkel sem vagyok elégedett, megmondom őszintén. Szóval úgy volt ez. Nem. Hogy... Ezen. Ezen megyünk. És fingom nincs, hogy melyikkel megyünk. Milyen lehet az Elven Fury, de egyikre sem emlékszem, hogy melyikkel mentem. Biztos, hogy volt, akivel többször mentem. Shift Striker. Rejtett vadász. Unicorn. Blade Master, biztos, hogy nem. Battle Hardened. Hardened. Fingom nincs. A fantázi kategória általános jellemzésében. Mi? Mire gondolsz? Mire van szó? Na, ez egy jobban hangzó izé. Mit tud ez? Nem ez volt az előbb, bazd meg, akit kivettünk? De, kurvára. Ennyire ostoba vagyok, látod? Ez meg az unikornyusos lány. Nem probléma. Nem probléma, hogy hülye vagyok. Ez nem probléma. Erik múltkor kérdezte, hogy milyen kritikákat lehetne... Nem lehet kritizálni ezeket a live-okat. Fasz nem.
Ilyen hülyeségeket csinálok, érted? Nézzük ezt. Oh my god! Így nézünk ki. Creature is hero army have a százalék bónusz. Na, ebben semmit nem értek. És miért vagyunk egy sárkánnyal? Miért sárkánya kinézetünk? Ez... kicsit... durva. Én tudod, hogy miért. Oh my god! A hőseregében lévő lények hősönként, hőseként plusz 1% bónusz kapnak a kezdeményezésre a harc kezdetén. Köszönöm szépen. Ez jó. 1%-ot kapnak? 1%-ot? Akkor 10-es szinten kapnak plusz 1-et a 10-esek. Jó. Nem? Per hero level, tehát igen, tehát nem két szintenként. Na jó, tudod mit? Túlzottan baszó ez a sárkány. Ez túlzottan baszó, úgyhogy ezzel fogunk menni. Jó? Ez túl jó. Ez túl jó. Ezt nem hagyhatjuk ki. Azt mondja, hogy mindenféleképpen kell a izé. Hol van a... 6-os szinten kapjuk csak meg! Miért elsírom a... Hú, de soká lesz ez, gyerekek! Emlékszem arra, miért nem szerettem annyira az izéket a... elfeket. Egyébként most ez egész jól néz ki ez a térkép. Kitett magáért? Csak mondom. Nem is szokott kinézni. Moderate, bazd meg. Challenging. És lény csoportok védik a különböző dolgokat. Nem egyszerű lények. Lény csoportok. Mikor miért van két kőbánya egymástól 5 méterre, ezt senki nem tudja megmondani, meg két fabánya is van. Nagyon jó. Ott van egy vár, itt van egy vár, itt van egy vár, meg ott van egy vár. Erre emlékszem. Ő nem. Nem megyünk sehova. Itt maradunk. Elfek, erdő, bujócskázó, faölelő hipsterek. Hát tulajdonképpen így is fel lehet vágni. Igen, nem a élőcsövegés megy az ember, hanem a top chapter, akkor nem látszik, amit kedves Hidrahán írt. Így már van értelme az egésznek.
Oké, okay, és akkor az orkokat hogyan jellemeznéd? Milyen szavakkal? Blade Dancert nem szeretném. Inkább fölfejlesztjük a kis csajt. Az úgy még ír is valamit. Jó. Na harcoljunk. Lov! Az, hogy sárkányok vagyunk, ez beszarás egyébként. És a taktikál van kivéve, mint... izé? Aha. Nem olyan jó. Illetve hát nem is rossz. Hát igazából ő neki ez egy egész jó képesség, belegondolva. Na hát ez a kis csaj, ez tud varázsolni. El tudja varázsolni ezt a varázslatot, ami... ami egyébként a világtörténelem legrosszabb varázslata, kivéve, hogyha ő használja. Akkor nem olyan rossz. Az így játszunk, kettőt lő. És egyébként egész jó. Érdekezik, nincsen semmiféle képességünk. Úgy, mit csináltunk a szegény paraszttal? Nem tudom, de fájt neki. Ez a lényeg. Kettőt tudunk varázsolni. Halljon meg. 5 darab. Jó, itt várunk. Hetet lőjed. Bántalmazzuk szegényt. Szerintem azért van ez a karakterünk, mert vele megcsináltam az egyik izét. Sok ezer évvel ezelőtt az egyik ilyen küldetést. És onnan van ez a hős. Azért sárkány. Hajom meg. Hajom meg. És a megalázás legnagyobb magasabb foka, amikor ezek a kislányok ölik meg a férfit. Én nem tudom, mit csinált vele. Nem is akarom tudni. A lényeg, hogy fájt neki, és ezáltal sérült. Nem akarom tudni. Nem állítottam be, hogy közepes legyen a szintje az élő lényeknek? Generálásnál? Minden lov, látod? Na hát van egy challengingünk. Na jó, azért lássuk be azért, hogy azért annyira nem jó ez a térkép, ezt lássuk be szerintem. És ott van még egy izé, felderítő oszlop. Ezért megnézném egyébként, hogy egy mai AI milyen térképet csinálna. Az izével egyébként a... nyilván az AI, ezzel a programmal. Rohadt kíváncsi lennék. És itt van egy sárkány utópia. Az kemény. Hazamegyünk. És felépítjük a Blade Dancert. Hogy kivegyük ezt, meg ezt. Ne vettem ki a kis csajt. Hát. És mehetünk oda. Rockerek? Azt mondod, hogy rockerek? Hm.
Hát... Azon gondolkozom, hogy ez nem sértése a orkok felé. Ugye azt mondod, hogy rockerek. Azt mondja... Próbáljuk meg kinyírni azt. Nem jött össze. Kettő. Egy. És akkor jön még. Mehetünk ide. Még egy ilyen. Ja, azt hittem nyertünk, de nem. Meg tudta támadni? Jó volt a morálja, vagy miért? Jó. De az orkoknak legalább van annyi esze, hogy általánosságban az ellenséget ütik. Az rockerek egymást ütik. Érted? Jó, nyilván az orkok között is szokott lenni érdekellentét, én ezt tudom. De, na, azért nem az a jellemző, nem az általános, hogy egymást ölik. Ellentétben a rockerekkel. Hát ez gyönyörű. Azt már nem döntöttem valami, hogy mifelé akarunk elmenni egyébként a hőssel. Inkább varázsló felé mennék el. Challenging. Na jó, azért vannak itt kemények. Ez. Jó, nyilván minden hasonlat shanty, tudjuk jól, és nem bántjuk a rockereket, mert nyilván rocker Lalit is nagyon szeretjük. Aki nem tudja kicsoda az a rocker Lali, az keresse rá. Moderate. Sok cucc van, ami viszont jó lenne. Nézzük már meg, hogy itt mit tudunk építeni. Hazamegyünk. Amíg a föld kerek, addig lesznek rockerek. Hát a föld nem kerek. De a föld az nem kerek, Erik. Akkor már nincsenek rockerek. Nem kerek, tudod? Geoid formájú. Hát nem tudjuk kikülni a fejlesztettet, sajnos. És szívesen fölfejlesztettem volna. Hajrá. Szét fogjuk szedni őket, mert ez ugyanolyan csajszi lesz, mint a miénk. Viszont ilyen izébe támad. Mint a miénk. Ilyen izébe. Ilyen ívben többet támad egyszerre. Hajrá. Megszexualizáljuk őt is. Tűz. Meg tudjuk ölni? Igen.
Kicsit olcsón adta oda ezt a nagy-nagy lootot. Oh my god. Ez kell. Megpróbunk elmenni azért a... izé felé. Jó, azért nem volt olyan nagy loot. Az nem olyan fontos, nem olyan jó. Azt megtámadhatjuk. Mehetünk. Most megtámad. Viszont most már közelebb akarok magunkat. Egymáshoz, hogy tudják egymást védeni. De legyen egy különbség a két karakter között, hogy ne egyszer legyenek lefoglalva. Ha mégis közel érne az ellen. Nyilván valami pusztító varázslatot kéne tanulnunk. Inkább. Tekintve, hogy a speckó képességünk az, hogy az íj lövéseinkhez hozzá tudunk adni eskütellenségeket. És egyszerűen három eskütellenségünk lehet, ami egy-egy ilyen lény. És ezek ellen egyszerre lehet lőni. És ezt össze tudjuk kötni a varázslattal, akkor egy költségér, talán egy költségér, de lehet, hogy tévedek, de minden esetre el tudja lőni azt a varázslatot többször. Tehát mondjuk egy tűzlabdáról beszélünk, akkor a erős íjlövés mellé még három tűzlabdát is elküld. Ami azért kemény. De egyébként a hangzatos név ellenére annyira nem jó képesség. Mert... legyen ez. Mert az eskütelenségeket úgy tudod összegyűjteni, hogy... le kell győzned ilyen lénycsoportokat. Az azt jelenti, hogy mondjuk kettőt azt hiszem. És mondjuk két paraszt csoportot le kell győzned ahhoz, hogy ő eskütelenség lehessen. Vagy be lehet állítani később. Na most nyilvánvalóan normál körülmények között magasabb szintű lényekkel nem igazán fogsz küzdeni kétszer. Ebből következően általában ilyen maximum 4-es szintig tudjuk berakni a tapasztalatom szerint. A eskütelenségeket, ami nem olyan rossz, de tekintve, hogy csak három fő, és most jelenleg három faj ellen megyünk, számjuk össze, annak összesen hány lénye van, melyiket PC-zzük ki. Az egyik ellen jók leszünk, a többi ellen rosszak leszünk. Vagy nem rosszak, csak normálisak, értitek? Annyira nem jó képesség. Most például itt van ez. Egy griff. Abban kéne találni még egy griff csoportot, hogy bekerüljön. Nyilvánvalóan a griffek, a emberek, a mágusok és a törpök közül kell valakit berakni. Nem tudom, ki volt a zöld, talán a törp, nem? Akit mellettünk van. Talán az egy törp. Logikus lenne vele kezdeni. Na most hány törpe ellenség ellen harcoltunk az elmúlt időszakban? Egy ellen se.
ott van egy, ami nem rossz. De... Oh my god! Dragon! Challenging! Oh my god! Sárkány set! Spell power! Moderate! Nem nagyon van értem, mert föl bemennünk, az igazság. Én nem tudom, mit csinál. De fingom nincsen. Mindenképp a pénzt építjük. Mindjárt megnézzük, hogy mit tud ez a... ez az épület. Az a baj ezekkel a pályákkal igazából, hogy túlzottan sok a átjáró. Tehát igazából bárhonnan jött ez ellen. Ja, tudjuk változtatni a hetet, hogy milyen hét lesz. Na most a következő hét az a Griff hete, ami nekünk nagyon jó. Ami nekünk nagyon jó, úgyhogy nem változtatjuk meg. Mert akkor random fog idézni Griffeket, magyarul a Griffet be tudjuk rakni majd. Esküt ellenségnek, sokkal könnyebben. Ennél kevésebb dolgotunk kell képzelni. Hazamegyek, mert volt szaporulat. Már nincsen sok pénzünk. Főleg úgy, hogy felépítjük ezt. És akkor most már fejlesztett IS-aink vannak. Mind a kettő fejlesztett IS, kurva jó. Neki ilyen előütése van. Egyet lő, de kurva erőset. És... ignorálja az ellenfél páncizat 50%-át az ellenség páncizatából. És talán stunnolja is? Hátrébb löki a sorban, ha jól emlékszem. De ugye, gondoljuk át, ugye? Egyetlő erőset 50%-a lejjebb veszi a páncizatát az ellenfélnek, ugye? Na most, hogyha... ez azt jelenti, hogy nagyjából 50%-a fog növekedni, hát nem igaz, de nagyjából a legjobb esetben 50%-a lesz több a sebzésünk. Na most mi lehet ennél jobb, ha kétszer lövünk? Akkor 100%, ugye? Úgyhogy ebből következően ezt veszünk ki, mert ő kettőt lő. És neki van, lehet, hogy neki van a... ő tudja hátrébb lökni a sávon. A... hosszú sávon a embert le tudja stunnolni, úgyhogy mindenképp őt vesszük ki. Mondanom se kell, hogy szerintem egyéni vélemény a játék legjobb íjásza. Távolsági harcosa. Nyilvánvalóan mindig a szinthez képes kell nézni, de a szinthez képes a legjobb mindenféleképpen. Másik is nagyon jó. Úgyhogy ő a második inkább. Így fogalmaznám ezt meg. Nincs értelme ezt kivenni, mert úgyis megvolt a szaporulat. Az unikornisosat kivehetnénk. Kivehetnénk a mágikus cuccot. Kivehetnénk ezt is, és akkor lenne plusz random nyersanyagunk minden héten. Igen. Vagy a kovácsot, és akkor meg tudnánk csinálni a cuccokat. Mint amíg bent vagyunk, ezért én az unikornis cuccot építem meg. Az unikornis is nagyon király. Lesz még egy emberünk a... hol is? Hol jön be? Hol jön be? Itt, persze.
Hogy is hívják? Druida, persze. Az is jó egyébként, a druida is nagyon jó. Ezt megtámadjuk. Bármi kérdés lenne a játékkal kapcsolatban, bármi. Nyugodtan tegyétek föl. Szívesen válaszolok. Azt mondja, varázsol. Kettőt tudunk leszedni így, aha. Jó. Na, majd jön az IS. Nem, egyébként szerintem a második legjobb IS szerintem, ahogy hívják, az embereké. Mindenféleképpen. Szerintem. El kell gondolkoznom a többi fajnál milyen távolságiak vannak. De jó. És a harmadikra raknám ennek a... Csináltunk egy tier listát, bazd meg! Csináljunk már majd egy tier listát ebből a játékból! Hát édes Istenem! Mert csináltunk is egyszer? Nem tudom, csinálunk majd még egyet. Hát hülye vagy. Hát mindenképpen. Olyan tier listát fogok állítani, beszarás. Tudom, egyszer csináltunk, nem baj, csinálunk még egyet. Nem érdekel. Varázslatra akarok rámenni. Az vagy inkább defet kap meg ilyeneket. Hát akkor menjünk rá a lákra. Is. Csak az az igazság, hogy tényleg a varázslatra kéne rámenni. A varázslatra és az íjászatra. Tehát ő egy kicsit ilyen fura alak. Ugye a harc és a varázslat közé kell belőni a karaktert. 500 XP-ket kapunk. Az pedig nem olyan jó, mert az... Oh my god, ez... levonja izét a... kreatúrák izéjét. Ezt nem akarom felrakni. Akármennyire is jó. De mondjuk a sebességét le... Az, hogy lejjebb veszi a sebességet. Nekünk pont az az előnyünk, hogy gyorsak vagyunk, és gyorsan jön mindenünk. Azt ki kéne nyírni. Figyelj, ha végül is már az IS-okat be tudjuk rakni majd eskütellenségnek. Harcolnunk kell. Menekülés az nem elég. Akkor már jók lehetünk. Védekezik. Szerintem azzal ki tudjuk nyírni a kettőt, ezzel a 16-ot nyírom ki. Egyet tudok csak sebezni? Oh my god. Na. Akkor intézzük el. Intézzük el. Egyébként is most tier lista éjségem van, úgyhogy majd valamikor csinálunk egy tier listát mindenképpen. Nagy Isten, valaki tud egy jó tier listát, amit érdemes neki kitöltenünk, írja meg. Van Facebook lent, ott tudtok küldeni nekem üzenetet. Sőt, talán még e-mail cím is van odaírva, itt lent. De ebben nem vagyok biztos. Ha nincs, akkor majd berakok. Na, oké. Hát, megpróbálnak elmenni egyébként a várba, ami itt van nem messze. Miért van ebből ilyen kurva sok? Mindenképpen megcsináljuk ezt.
az, aki itt van, az tud-e XP-t kapni bárhonnan? Vagy bármit, ami hasznos lehet a harc során. Mondjuk az jó, hogy ott van egyébként, mert akkor ki tudunk rohanni, és tudunk csencselni egész jó áron. Nincsen bazeg. Nincs. Semmi. Ott van az út szerintem, ahol el tudunk menni az ellenhez, nem? De lehet, hogy már ez az út is olyan. Nem tudom, láttátok az egérrel, mit mutattam. Elméletileg látszódott. Na. Ez... Ott... Mit ad hozzá? AP-t? Jó, ez de csak idéglenesen. Oh, challenging. Jó, akkor legalább van valami, ami megvéd minket. Vagy a fene tudja. Ki lehet-e kerülni. Jó. Ott van egy izé. Egy sír. Itt pedig van izé. Az is challenging, bazd meg. Ezt lehetünk fogalni? Moderét végül sem. Csak az a probléma, hogy hogy hívják. Gép, aztán nem hat rá a képességünk. Hol vagyok? Ott vagyok. Jöjjünk lefelé. Én nem döntöttem el, hova megyünk. Egész pontosan. Ez kell mindenképp, hogy elkezdjük tudni építeni és csinálni ezeket. Ez a druid, ez egy jó egység egyébként. Elfogadható egyébként a... Ezért a távolságia. De tud varázsolni viszont. Egész erős villámot. Már amelyiket én használom. Amiket nem használok fajta lényeket, azokat annyira nem tudom megmondani, mert szinte pontosan mit tudnak. Tehát így körülbelül. De valamiért régebben váltottam, vagy kiválasztottam, hogy melyiket használom. És próbálom azt tartani magam valamiért. Itt is van egy ilyen. Azt meg kéne ölni. De nem, hazamegyünk, mert jön a szaporulat. És akkor legalább betárazunk. Föltárazunk. Hú, az meg lesz nagyon jó, és akkor legalább a szaporulatunk szép lesz. Még a pénzünk nem is lesz rá, hogy kivegyünk mindent. Nem rakod be izéket? Ki tudunk-e venni mindenkit? Ez a nagy kérdés. Nem. Ezt kérjük. Kérjük. Aha. Jó. Akkor jövünk ide. És jobb áron eladunk ilyeneket. 45 van belőle, az rettentő sok. Ebből is adunk el. Jó, ezt kérem, és azt is kérem. Jó, következő kör. Nem. Többet nem tudunk eladni. Úgyis egy kör, mire beérünk. Utána megpróbáljuk azt megölni. Ó, az kell, az a Victorini nyaklánc, az jó. Következő körben, ugye hát.
Jó, találtam tanulunk új varázslatokat is, de nem biztos. Igen, igen. És akkor jött ez. Ez legalább elriasztja majd az ellent. Azért jók ezek a nagy erős lények. Van rá is, hogy elriadnak akkor. De most harcolnunk kell mindenképp. Igen, azt tetszik egyébként, hogy... nem egy-egy lényt akarok be ilyen védőnek. Hanem ilyen kis csoportosulásokat. Ezt tetszik. Mi is mondjam, egy kicsit így... fantasy-sabb, vagy nem is, hogy mondjam. RP-sebb. A dolog. A két oldalra, ja. Oh my god. Nem tudom már őket, hogyan szoktam helyezni. Az 4. Öljük meg. Kettővel fog támadni. Akkor azt mindenképp. Az a kettő veszélyesebb, mint ez a három. Úgy inkább így. Meghalt. És neki már most van izéje. Meg van már most ilyenje. 168-at sebez. Ez kemény. És tud ilyet is. Úgyhogy azért az jó. Látjátok. Még azt nem tudtam, hogy rózsa van egyébként a bot közepén. Azt ideig nem figyeltem meg, megmondom őszintén. Mehet ez a sok lépés, mert úgyis kell ez a sok lépés. A kristály, hát az nem olyan rossz egyébként. Időről időre tud hasznos lenni. Ugye az azt tudja, hogy le tudsz rakni egy kristályt a harcmezőre. És... le kell győzniük ahhoz, hogy tovább tudjanak menni. Azon a ponton, tehát ilyen akadály tulajdonképpen. Ha meghal, megsemmisül, akkor úgy tudom, hogy visszasebez. Robban egyet. Nem elég szempontosan rá. De azt hiszem robban egyet. Alapvetően nem sebez. Miért nem ízét csináltam? És villámot? Nem tudom. Nem tudom, miért csináltam ezt így. Nem ad meg semmit, jó. Oké, ott ez mi az? Az varázstudsz? Az a... tűzvarázslatok erősödnek tőle. Az nagyon jó. Bízunk benne, hogy lesznek tűzvarázslataink. Jó, ezt építsük meg. Engem így néz ki a... urványát. Így néz ki ez a... város. Szerintem tök jó. Nagyon tetszik. Kör vége. Mindegyik város nagyon tetszik. Annyira egyedien baszón néznek, hogy hihetetlen. Ezer.
Jó, hát ennyit a ízi varázslatokról. Hát nem is olyan fontos. De ez jó egyébként, ez... legyen ez. Ezzel lehet hozzáadni, ugye? Igen. Mindenképpen kell kerülni ahhoz. Az nem jó. Az a nyaklánc is jó, de nem annyira jó. Ezért most 6-ba szálljak, viszont azt kinyírhatjuk. És azt a két izét megtartjuk. Azt a két, talán kettő van ott. Aha, azt odaadjuk a várvédőnek. Na építsünk, ez 10 000 kell ehhez, ugye? Akkor spórolunk, jó? El is tudunk adni tárgyat. Egyébként, ugye ez a cucc annyira nem kell nekünk, az a gyűrű. De egyelőre ne adjuk még el. Jó. Na varázsoljunk. Így mennyi? 60-78. Csak a poén kedvéért. Nem? Igen. Nem szedjük föl. Kább átmegyünk oda. Ezt kinyíratjuk, mert ez kell a... izéhez, vagy kellhet, nem biztos, hogy kell már. Még. Azt nem vettem föl. Mindegy. Jöjjön. Idéző mágia. Legalább majd láttak ilyet is, hogyha megtámadnak minket, hogy hogy néz ki ez az idéző mágia. És ebben az esetben lehet, hogy inkább fölvetettem vele a... azt. Mert akkor növekedni fog a idéző mágia ereje. Körvége. Az varázserőt ad. De egyelőre jobban kell a másiknak? A fene tudja. Nem tudom megmondani őszintén. Támad meg. És ezek harcolnak velünk. Hajrá! Támad. De ez a következő unikornisunk, az... az jó lesz. Az vakít. Öld meg. Az meghalt. Hát nem halt meg. Látod, megfogjuk ezt, ezzel lőni fogunk. És akkor itt van a... ez mondjuk, vagy az, tök mindegy, bármelyiket rá lehet még tenni a nyírra.
rávarázsoljuk. És tűz. Jó, mondjuk ez így nem olyan látványos. Maradjunk annyiban. Amikor íjász van, akkor sokkal látványosabb. Ez így kicsit furán néz ki. Meg így lő egyet, és így... Nos, ez így nem... Nem annyira látványos, lássuk be. Ezt kérjük szépen. Azt is felszedjük, nem felejtem itt. Kérdés, hogy mi kell inkább, a támadás vagy a tűz. Ez pedig a... Most mindenünk van, bazd meg. Mit akarunk? Villámot? Egyiket se akarjuk, mert nincs, nem lesznek olyan varázslataink. Tudunk, az ilyen, ez ilyen pénzadó hely. Vagy azt hiszem gemet ad, vagy 500 aranyat. Várnunk kell egy kört. Ki kettőt. Hogy meglegyen a pénz. Pillanatra azt hittem, hogy látjuk az ellent. Itt. De nem, nem hiszem. Na minden esetre... Sajnálom, ez most ennyi volt. Köszönöm, hogy itt voltatok. Holnap terveim szerint délután érkezem. Nem tudom, milyen játékkal. Ez mindig kérdéses. Jók legyetek, sziasztok!